Jó. Tehát akkor ugye azt mondtuk, hogy a Wire függvénykönyvtár segít nekünk abban, hogy egyszerű függvényhívásokkal inicializálni tudjuk az e-négyzet C-perifériát. Beinkludoltuk ezt a függvénykönyvtárat. A setup blokkban először is inicializáljuk a sorosportot. Serial begin. Készült. Ezután pedig inicializáljuk az i4zc perifériát, az a wire, beginnel fogjuk megadni. Zárójelben nem adunk meg értéket, hiszen az Arduino-t szeretnénk mestereszközként használni, a modul, az érzékelő modul pedig slave eszközként fog működni. A következő lépés az az lesz, hogy ugye azt említettük, hogy az i4zc kommunikációban a mestereszköz az mindig az első byte-ban az adatvonalra helyezi a szolgaeszköz címét. És a szolgaeszköz címe az az adatlapból kiderül, hogy attól függ, hogy mi az AD0 kivezetés logikai szintje. Ha az AD0 kivezetés logikai alacsony szinten van, akkor 0x68 a címe. Ha az AD0 logikai magas szinten van, akkor viszont a slave eszköz címe 0,69 lesz. Az is kiderül az adatlapból, hogy az AD0 az gyengén a földre van húzva, tehát nekünk nem szükséges vezetékkel az AD0 kivezetést a föld potenciára kapcsolnunk. Tehát definoljunk egy MPU address változót 0x68-al. Az adatlap szerint, amikor tápfeszültségre kapcsoljuk az érzékelőt, akkor a sleep módban tartózkodik. Most ahhoz, hogy mi mérni tudjunk ezzel az eszközzel, deaktiválnunk kell a sleep módot. Az adatlap szerint van egy olyan regiszterünk, ami a Power Management 1 névre hallgat. Ennek a regiszternek az értékét, hogyha nullára állítjuk, akkor deaktiváljuk a sleep módot. Tehát akkor létrehozunk define-nal még egy változót, ez lesz a Power Management 1. Ennek a címe 0x6b. És a setupban mi kezdeményezünk egy i4zc adatátvitelt wire begin transmission-nal, ahol a zárójelben a szolgaeszköz címét fogjuk megadni. Ezt követően pedig a write utasítással elküldjük a regiszter címét. És ismét egy write utasítással elküldjük az értéket, amire konfigurálni szeretnénk ennek ezt a regisztert. Ezt követően pedig felszabadítjuk a buszt. A következő lépés az lesz, hogy beállítjuk a mérés tartományokat. Az adatlapból kiderül az, hogy van egy olyan regiszterünk, hogy gyroconfig, illetve egy olyan, hogy accelerometerconfig regiszter. Ezek a 0x1b és 0x1c címen találhatók. És ha ezeknek a regisztereknek az értékét nullára állítjuk, akkor plusz-minusz 250 degree per secundum lesz a gyroszkóp mérési tartománya, míg az a gyorsulás érzékelője plusz-minusz 2G lesz. Tehát akkor létrehozunk define-nal egy
gyro config. Változót, ugye ez a 0x1b, illetve egy acel config, ami a 0x1c címen van. És azt mondtuk, hogy ezeknek a regiszteriknek az értékét nullára szeretnénk állítani. Akkor ismét begin transmission-nel, ugye kiválasztjuk a slave eszközt. Most ha gyro config címét fogjuk az adatvonalra helyezni, és annak értéke nulla lesz. Ezt követően pedig ismét kiválasztjuk a slave eszközt. Most viszont az gyorsulás érzékelőt szeretnénk beállítani. A gyorsulás érzékelő beállításánál pedig az accel config regiszter értékét nullára állítva plusz-minusz 2G mérési tartományt fogunk beállítani. Ezekkel a sorokkal beállítottuk az érzékelőt, tehát nincs más hátra, mint hogy kiolvassuk a mérési eredményeket. A mérési eredményeket folyamatosan a loop blokkban fogjuk kiolvasni, és az eredményeket továbbítani fogjuk a számítógép felen, sorosporton. Az adatlap szerint az eredmények a 0x3b címtől vannak tárolva. Ugye ezek 16 bites eredmények, az azt jelenti, hogy egy mérési eredmény az 2 byte. Tehát összesen, ha mondjuk a gyorsulás érzékelő XY Z irányú mérési eredményeit szeretnénk kiolvasni, akkor 6 byte-ot kell kiolvasnunk a 0x3b címtől. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy kezdeményezzük a kommunikációt. Kiválasztjuk a slave eszközt, és ugye az adatvonalra kell helyeznünk az accel out register címét. Ezért definálunk egy accel x out nevű változót, és ennek címe 0x3b. 0x3b rendben. Akkor ugye az adatvonalra helyezzük a címet. Jó. Ezt követően felszabadítjuk a buszt. Azért kell felszabadítanunk a buszt, mert majd a slave eszköz fogja meghajtani, hiszen olvasni szeretnénk. Tehát a mester eszköz az olvasni szeretve, ezért felszabadítja a buszt, hogy a slave eszköz hajtsa meg, és küldje az eredményeket. Ezt követően pedig kérünk a slave eszköztől, ez a request from, utasítással, hogy a slave eszköztől kérünk 6 byte-ot. Addig fogunk várni, míg meg nem érkezik a 6 byte, ugye ezt az available függvénnyel tudjuk lekérdezni. Tehát amíg a rendelkezésre álló bájtok száma kisebb, mint 6, addig várunk. Ha megérkezett a 6 byte, akkor pedig összefűzzük ezeket a mérési eredményeket. Ezt pedig úgy fogjuk megtenni, hogy először is létrehozunk három változót. Legyen ez accel out. X out, Y out, Z out. És úgy tudjuk ezeket összefűzni, hogy egyenként kiolvassuk a rendelkezés álló bájtokat. Most az első byte, amit kiolvasunk, az a felső 8 bit lesz, ugye 16 bites mérési eredményeink vannak, először kiolvassuk a felső 8 bitet, mivel ez a felső 8 bit, ezért ezt el kell shiftelnünk 8-al, és
hozzá kell adnunk az alsó 8 bitet, ugye ez értelemszerűen a második beérkező byte lesz. Hasonlóan fogjuk az Y és a Z irányú mérési eredményeket meghatározni. A mérési eredményeket ezzel a három sorral meghatároztuk, de most, hogy ezeknek mekkora az értéke G-ben, ehhez az érzékenységi tényezővel kell elosztanunk ezeket az eredményeket. Tehát létrehozunk még három változót, ezek már float változók lesznek, az AX, AY és AZ. Továbbá lesz egy konstansunk, const float sensitivity, ez pedig, mindjárt megnézzük, hogy mennyi, ez pedig 16384 plusz mínusz 2 G esetén, 16384. 16384. Jó. És ekkor AX az egyenlő AX out elosztva a sensitivity-vel. AY és AZ hasonlóan. Hypersensitivity. Az utolsó lépés pedig az eredmények továbbítása a soros porton a számítógépnek. Ugye ez a serial printel, tudjuk ezt megtenni. Tehát azt mondjuk, hogy AX. AX G-ben egyenlő Jó, és beteszünk egy kis delay-t, hiszen nem akarunk olyan sok eredményt küldeni a számítógépnek. Jó. Ellenérzés. Töltsük rá a programot a mikrovezérlőre. Feltöltés kész. Soros monitor. Szuper. Tehát látható, hogy az X és az Y irányú gyorsulás az 0, míg a Z irányú gyorsulás az 0,9, ugye a Z irányú gyorsulás az nekünk a gravitációs gyorsulással egyezik meg. Látható, hogy a szenzor egy kicsit ferdinál, ezért nem pont 1 G a gyorsulás. Ha mozgatjuk, akkor látható, hogy méri a külső gyorsulást, és ezeket az eredményeket a soros monitoron láthatjuk.